Jó embert keresünk, és jó embert találunk, nem is egyet, többet is, hétről hétre a Duna Televízióban. Jó napot kívánok mindenkinek, ez ismét a Segítő Emberek magazinja. A mai napon Debrecenből jelentkezünk, ismerjék meg velem együtt a Magyar Református Szeretetszolgálat karácsonyi kívánságlista című akcióját. Tartsanak velünk! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok, így advent második vasárnapján, amit majd én azt szeretném mindenképp kérni, hogy egy kis áhítattal zárjuk majd ezt a mai napot, már csak azért is, mert azért mégiscsak ez egy olyan nap, ami fontos a készülődésünkben. És igazából a készülődésnek most ezt a fázisát fogjuk itt is továbbvinni és csinálni, ugyanis kezd a végéhez közeledni a kívánságlista program. Most egyre több ajándék van itt, és igazából az lenne a kérésem, hogy ezeket az ajándékokat kellene a mai nap folyamán tempósan, hogy minél hamarabb szabaduljunk, a vasárnapi ebédre hazaérjünk, ezeket feldolgozni. Ezek mind festről jöttek, tehát ezeket még mind regisztrálni kell. Ezt most még ne rakjátok sehova, ez még mind regisztrálós, jó? Jó, és akkor itt, ha gépnél regisztrálod, és akkor ti meg viszitek a helyére. Idén sem unatkoztak a Magyar Református Szeretetszolgálat debreceni központi raktárában. Szorgos kezek pakolták már november vége óta a csomagokat. A karácsonyi kívánságlista programot 2019-ben hívták életre, tudtam meg, miközben a fegyelmezetten pakoló önkénteseket fürkésztem. Az első évben 650, 2020-ban stílusosan 2020, idén pedig már 3000 gyermek karácsonyát teszik feledhetetlenné. Ez a lényeg ennek az egésznek, hogy olyan gyerekek, akiknek mondjuk a családjaik nem tehetik meg, vagy nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy a gyerekek tényleg valóban kérjenek valamit karácsonykor. Lehet, hogy még nem is kaptak ajándékot, vagy lehet, hogy ha kaptak, akkor azok nagyon kicsi értékű vagy pici dolgok voltak, viszont ebben a programban megfogalmazhatják az igazi vágyukat, azt, amit ők igazán szeretnének, legyen ez akár egy focilabda, egy görkorcsolya, vagy valamilyen játék. Szeretnénk megadni a gyerekeknek azt az örömet, hogy az édesanyjuktól, az édesapjuktól, vagy a hozzájuk legközelebb állóktól kapják meg ezt az ajándékot. Tehát a gyerekek az esetek nagy részében nem is tudják, hogy ezek az ajándékok tőlünk jöttek. Ők Jézuskának kérnek levelet, vagy angyalkának kérnek levelet, mi ezeket megkapjuk, ezek rendkívül cuki levelek szoktak lenni. Valamikor az egészet megkapjuk, valamikor csak a szülőtől egy pici pár szót, pár mondatot kapunk meg belőle, ami a lényeget tartalmazza. Tehát a gyermekek nem minden esetben tudják ezt, így a szülőnek is adunk tulajdonképpen, hiszen neki is megvan a lehetősége az ajándékozásra, az adományozásra. Hogyha esetleg nagyobb gyerkőcről van szó, akkor ő néha már szokott róla tudni, csak azért, hogy hát végülis egy tininek azért nem olyan egyszerű kitalálni, hogy mit szeretne aktuálisan. Rajta van ugye az azonosítója, erre rá tudsz keresni, az 5039. Igen. 5039. Szuper. A Cynthiának az ajándékának kellene lennie. Kevint kitaráljuk. Így van, igen. Jó, megtaláltuk Cynthiát, ellenőrizzük, hogy tényleg puzzle-t kérte. Lovas puzzle, tökéletes. Szuper, igen. Megkapkodhatok én is a munkába. Hát ugye a rendszerezés nélkül ez nem megy, nem? Tehát hát a szeretetet is rendszerezni kell. Így van, igen. Ez milyen felület? Ez most jelen pillanatban az a felület, ahol az emberek meg is találhatták ezeket a kívánságokat, ez a szeretetdoboz.jobbadni.hu, és tulajdonképpen ennek az admin felületét látjuk most, vagy legalábbis mi ezt kezeljük, és itt lehet ezeket a kívánságokat regisztrálni, akármilyen státuszba átállítani, hogy akkor ez nálunk van, megérkezett, vagy hova visszük tovább őket. Igen. Egyébként azt hiszem, hogy ez a pulcs is főszereplő, ezt ennyit elárulhatunk. Bizony, igen. Így van, igen. Ezt egy kisfiú fogja megkapni, nem is olyan kisfiú már, talán 11 éves, most nem emlékszem, itt a rendszer hogy mutatta, ő focizik, és nagyon szereti az ilyen focis jellegű ruházatot, úgyhogy ennek nagyon fog örülni ajándékként. Mondjuk kiválasztjuk, lejjebb jövünk, nagyon sokan vannak. Péter 3 éves, valóra váltom. Verdás játékokat szeretnék, kis autót és puzzle-t. És akkor, aki szeretné támogatni, rányom a támogatom gombra, még erre rányomhatok. És akkor itt ki tudja választani, vagy be tudja írni az adatait, és ki tudja választani, hogy tárgyi adománnyal tudja támogatni, vagy pedig kifizeti az összeget, és mi megvásároljuk. De ugye most már csak kifizetéssel lehet. Most már csak fizetéssel lehet. November 30-a után. A
3000 kívánságból nagyon nagy része játék, és nagyon örülök neki, hogy társas játék. Nagyon sok gyerek írta le azt, hogy a családjukkal nagyon szeretnek együtt lenni esténként, főleg itt téli hosszú estéken, és együtt játszani, együtt lenni velük, és nagyon sokan kérnek pontosan ebből kifőleg társas játékot. Ezen kívül van sporteszköz is, rengeteg focilabdát láttam, még valamelyik felfújásra vár éppen, de hogy ebből is nagyon sok van, tényleg. Illetve igazából, amit én nagyon nyilván nőként, ez egy kicsit így közel áll hozzám, ilyen nagyon csajos ajándékok, tehát valaki szeretné élete első rúzsát megkapni, vagy valaki szeretne valamilyen piperehuamit kapni, egy sampont, egy tusfürdőt, valami ilyesmit. Úgyhogy igazából elég széles lesz a skála, de most azt kell mondanom, hogy a játék és a társas játék viszi a prímet. Jönnek megható levelek? Igen. Valamikor az embernek párás a tekintete? Amikor látom ezeket a leveleket, vagy olvasom a kollégáknak a beszámolóit, akkor igen, párás a tekintet. Tehát vannak olyan gyerekek, akik nem maguknak kérnek ajándékot, mert úgy vannak, itt főleg nagyobbakra kell gondolni, mert azt mondják, hogy a kis tesójuk, ő még sokkal inkább hisz a télapúban, hisz a Jézuskában, hisz bármiben, akinek ajándékot hozhat, és ő még nem kapott semmit, és neki kérne valamit, hogy ő hat kapjon. Neki nem is olyan fontos, ő már nagy, ő már túl van rajta, de hogy a kis tesója hat kapjon valamit. Valaki így kért például pelenkát, mert tudta, hogy a szüleinek ez nehézséget jelent, hogy ezeket beszerezze. Valaki az ő ajándékának az értékét felajánlott egy beteg barátja számára. Úgyhogy igen, de ott vannak azok az úgymond, nagyon, sajnos nagyon sok ilyen kérés is van, amikor mondjuk csak egy kabátot kérnek, de hogy azért kérnek egy kabátot, mert a levetetteket hordják, amit mondjuk a szüleiktől, a tesóiktól örököltek, de hogy már nem elég meleg és fázik. És ezek viszont azok a kívánságok, amiből sok van, és igen, azért ezen az ember egy picit meg tud akadni. Special érkezett és bevételezzük. Megvásárolt státuszban kellene lennie. Mit szeretsz benne, személy szerint te? Én azt, hogy ez ilyen célzott. Tehát nem az van, hogy összepakolunk otthon játékokat, ami szintén nagyon jó, mert azoknak a játékoknak is örülnek gyerekek, de úgy itt tényleg az van, hogy a szülő tudja, hogy mire van szüksége a gyermeknek, hogy mi az, amire vágyik, hogy tényleg egy kívánsága teljesüljön, és hogy ezáltal személyesebb is lesz, hogy az az adományozó, aki rákattint erre, ott akár olvastat egy-két mondatot arról, hogy miért nem tudják megvenni a szülei ezt az ajándékot, vagy miért vágyik nagyon, vagy már milyen régóta vágyik a gyerek az adott ajándékra. Jó embert keresünk, ugye a műsorunk címe, sokat találtok, jó embert? Igen, az önkénteseink is egyrészt, tehát szerintem ez fantasztikus dolog, hogy tényleg egy vasárnapi napon, amikor mindenki amúgy otthon vagy, vagy épp a húsleves mellett ülés annak a gőzét szagolgatja, ők itt vannak és segítenek nekünk, ezen kívül pedig rengeteg támogatónk is van, hiszen tényleg valóban 3000 kívánságról beszélünk. Ehhez, ha nem is kell 3000 támogató, mert nagyon sokan vannak, akik több 10 kívánságot teljesítenek, de valaki csak kettőt vagy egyet, nekünk minden egyes ajándék segítség. Így igen, azt kell, hogy mondjam, nagyon sok jó emberünk van. Karácsonyi kívánságlistával kapcsolatban én is kívántam egyet a szervezőktől. Mégpedig azt, hogy magunk is részesei lehessünk annak, amikor az álmok valóra válnak. Vadlilla vezetésével két debreceni családot is hamarosan útba ejtünk. Áldás békesség, köszönjük. Jó napot kívánok! Kérdezik, hogy voltál? Egy nagyon szép kirakó. Nézzétek meg, hogy mit hoztam még. Megnézitek? Az kifestő. Az én kép. Nézd meg, van rajta angyalka, és fordítsd meg. Nézd csak! Ezt a falra, ahogy rá lehet ragasztani az ablakra, a falra. Szerintem ez. Mi ez? Csukor! Szaloncukor, nagyon jó. Még egy könyv. Kicsit konspiráljunk, és karácsony előtt ugye egy pici gyerekekről van szó, legyen a meglepetés december 24-ére. Ugye ezt jól mondom? Igen, igen. Hát ugye a kívánságlista programnak az a lényege, hogy valóban a kisgyerekek úgy kapják meg az ajándékot, hogy a szülő adja át nekik, és mi ebben próbálunk segíteni, úgyhogy itt csendben, amíg a gyerekek le vannak foglalva bent, akkor addig támogatóinak is köszönhetően át tudjuk adni a kívánságokat, amit majd a gyerekeknek lehet a és Fernando, egy távirányítós autót kértek. Nagyon autósak, a nagyfiam az buszos, állam busz, troli, ez a kettem nagyon szeret, az is szeret lenni buszsofőr. A pici meg alapból ilyen kis dudús, ami mozog, csillog, villog, az neki az Mennyország, szó szerint.
És mit tetszenek szólni, hogy akkor a kívánságok teljesülnek, nem? Megállapíthatjuk ebben a riportunkban. Igen, teljesülnek a kívánságok, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon hálásak vagyunk érte. Megérkeztünk a szeretett szolgálattal a kívánsággal. Szia, Kevin! Mivel te már nagyfiú vagy, ezért úgy hallottuk, hogy van valamiféle kívánságod, és neked fogjuk átadni ezt az ajándékot, amit suktak nekünk, hogy mit szeretnél kapni karácsonyra, úgyhogy fogadj szeretettel az ajándékot. Nézd meg, nyugodtan van benne. Én jöttem a Jézuskának, ő 5 éves kor óta pocizik egyébként. Mi 3 év vagyok a Deacon, és van nekünk egy ilyen feketébe. De most szerettünk volna egy fehéret. Ki a kedvenc játékosod? Cristiano Ronaldo. Itt. Ott direkt ütöttem a legmagasabb helyre, mert ő az igazán a favoritom. Meg engem nagyon inspirálnak a focisták, hogy milyen szegénységből el lehet érni azt a szintet, hogy egy ilyen tehetsége, meg ilyen alázattal ekkora szintű hírnevet lehet szerezni. Tulajdonképpen ez azt is üzeni, hogy tényleg, hogy a tehetség utat tör magának, és akkor ilyenkor jönnek jó emberek és segítenek, ugye? Tehát ezt látom ebből is visszaigazolva, nem? Igen, a szeretett szolgálatban is igyekszünk tényleg a tehetséges gyerekeknek is segíteni, akár sportban, akár zenében tehetségesek, erre is van programunk. És hát Kevin, valóban régóta ismerjük Kevint, és hát mindig olyan büszkén mesél róla az anyukája is, meg hát én is láttam a képeket, hogy focizik, úgyhogy reméljük, hogy itt az utánpótlásban komoly szerepet kapsz majd. Sőt, én nekem már az is eszembe jut, hogy valószínűleg, hogyha tényleg Cristiano Ronaldo-i pályafutást fogsz befutni, akkor az egyébként azt is jelenti, hogy az ember módossá válik, akkor biztos te fogsz majd segíteni hasonlóan kicsit nehezebb körülmények között élő tehetségeket, igen, nem? Igen, én erre nagyon sokat gondoltam, hogyha én is eljutok egy olyan szintre, akkor én mégsem feledem el, hogy én honnan indultam, meg hogy én honnan is kezdtem el ezt. Hát hajrá, remélem hallunk rólad. Köszönöm. Tíz év múlva vagy velünk jön egy másik kisfiúhoz labdát vinni, hogy nagy örömet szerezzem valakinek. Igen. Hát nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek. Kedves nézőink, ennyi fért a Jó embert keresünk mai adásában. Természetesen műsorunk végén nagyon boldog, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok Önöknek. Egyúttal, mert legközelebb 2022-ben találkozunk. Boldog új évet is. A viszontlátásra!